Kézzelfogható matematika. Készüljünk az érettségire. Előadó Rozsman Éva, gyógypedagógus. Vakok általános iskolája, egységes gyógypedagógiai módszertani intézménye. A felvételt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége készítette, a Reális Jövő, látássérült középiskolások reál tantárgyi tanulását támogató ismeretek átadása. IFJ G20A0291 című projektje keretében, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg. Fenntartható jövő. Annyit szeretnék így előjáróban mondani, hogy alapvető függvényekhez kapcsolódó ismeretek azért kellenek. Jó, tehát hogy én azért úgy fogom ezt az egészet elindítani, hogy azért én azt gondolom, hogy alapvető ismeretekkel tisztában vagytok, hogyha valakinek valami kérdése van, az vagy a chatben, de azt én nehezebben tudom figyelni, hogy ha valami kérdés van, akkor nyugodtan ki lehet kapcsolni, vagy be lehet kapcsolni a mikrofont, és akkor lehet a koordinát, vagy a különböző fogalmakkal kapcsolatban kérdezni. És jó, és akkor elindulunk onnan, hogy tulajdonképpen a függvényeknek az ábrázolása, ez egy sajátos térrendszer, vagy síkrendszerben történik, amit úgy hívnak, hogy koordinátarendszer. A koordinátarendszernek van két alapvető tengelye. Az egyik az X, a másik az Y tengely. Ez Dorinának biztos, hogy ismerősen hangzik, Vanginak nem, vagy nem tudom, hogy, de nagyon is ismerős. Ahogy ismerősen hangzik, hogy az például volt-e, hogy az X tengely az a számegyenes, együtt az Y tengely meg a hőmérő. Ez ismerőse. Az nem. Dorinának szerintem biztos. Tehát az X-tengely az, ami egy számegyenesként működik, tehát balról jobbra növekednek a számok. Az Y-tengely pedig egy hőmérőként működik, tehát alulról fölfelé haladva növekednek a számok. Ez a két tengely azt csinálja egymással, hogy pont egymás nulla pontjában érintkeznek egymással. Ha ez a két tengely megvan, akkor ez négy alapvető térre bontja, vagy síkra bontja azt a területet, ahol ez a két tengely együtt fut. És ezek a különböző negyedek. Az első negyed az ennek a koordinátarendszernek a jobb felső negyede. A második negyed az a mellette lévő baloldali negyed. A harmadik negyed az a baloldalon alul lévő negyed, és a negyedik negyed az a jobb oldalon alul lévő negyed. Tehát így körbejártuk a tereket. Ez így érthető eddig, vagy követhető? Mondjátok, ilyenkor nyugodtan. Óramutatóval ellentétesen, ugye? Így van, tehát óramutatóval ellentétesen haladtunk végig. Mi ebben az érdekes? Tehát nyilván ezek a különböző tengelyek találkoznak, hogy milyen számok találkoznak a különböző negyedekben. Az első negyedben találkozik a plusz-plusz. Tehát a koordináták úgy fognak összeállni, hogy mind a koordináta pár mindkét tagja plusz lesz. A második negyedben találkoznak azok a számok, ahol a koordinátapár első tagja mínusz, második tagja az plusz lesz. A harmadik negyedben lévők azok lesznek az olyan számpárok, hogy mínusz-mínusz lesz az előjele, és a negyedik negyedben lévő számpárok lesznek azok, amelyek úgy állnak össze, hogy plusz és mínusz lesz az előjele. Jó. Tehát egy pontnak a meghatározása a koordinátarendszeren belül mindig úgy történik, hogy az első koordinátája a számpárnak az az X-tengelyről származik, a második koordinátája a számnak pedig az Y-tengelyről származik. Tehát így lehet különböző pontokat a különböző negyedekben meghatározni. Igazából pontosan egy sík
koordináta geometriai rendszerben egy pontnak a helyét pontosan két darab koordinátával tudjuk meghatározni. Tehát az egyik koordináta lesz az y-tengelytől való távolsága a pontnak, ez lesz az x, az első koordináta, a második koordináta lesz az x-tengelytől való távolsága, ez lesz a második koordináta. Tehát, hogy igazából ez az a történet, amit most elmondtam, így egyben, aminek minimum 8. osztályig le kell zajlania, tehát ti már úgy léptek át a középiskolába, hogyha szerencsések vagytok, ezek teljesen meglévő és biztos ismeretek. Mehetünk-e tovább? Mondja Dorina, mondja, de Vangi, hogyha léphetünk tovább erről, ugye? Szerintem mehetünk. Oké. Jó. Tehát, hogy elmondtam, hogy mik azok az előjelek, amik a különböző negyedekben részt vesznek. Vannak olyan, tehát van olyan függvény is, ami például konstans függvény, tehát elég neki egy koordináta, ilyen például az y egyenlő 3, ami egy konstans függvény, és tulajdonképpen egy x tengellyel párhuzamosan futó fekvő egyenest kapunk, ami az y tengelyt a hármas pontban metszi. Ez a konstans függvény. Ezt csak így megemlítem, hogy ez az az induló pont, a konstans függvény, ahonnan a függvényábrázolást mi el szoktuk kezdeni. Most azt kérem, hogy van-e, nálatok van-e az összes lap, tehát mind a három lap, amit küldtem? Itt van, de nem tudom, látszik-e. Aha, jó, nem baj, hogyha nem látszik, az a lényeg, hogy neked látszon. Jó, hogy én most, Zoli, neked van koordinát, tehát tapintható koordináta rendszer függvény papírod? Van neki, mindegyik ott van nála. Akkor én most azt szeretném kérni, hogy legyen egy 3 perc arra, jó, hogy mindenki végignézi, végig tapogatja, végig tanulmányozza ezt a 3 lapot. Jó, így tapintásra, mind a 3-at. És akkor utána visszakapcsolódunk, és mindig fogom mondani, hogy melyik az a lap, ami kell, de hogy ezt úgy érdemes csinálni, hogy azért egy ilyen általános képed legyen arról, hogy mi van a 3 lapon. Ezek úgy helyezkednek el általában, hogy két függvény van egy lapon, úgyhogy tessék a felső részét is megnézni a lapnak, meg az alsó részét is, jó? Tehát egy ilyen 3 perc most csöndesen, jó? Amíg ezt így föl tudjátok mérni. Akkor megyünk tovább, jó? Tehát minden függvénynek a tapintási, haladási iránya az ugyanaz, mint az olvasás. Jó? Tehát, hogy bármilyen függvénnyel találkozol, mindig úgy kell letapogatni, hogy balról indulsz, és jobb irányba haladsz. Mert hogy a függvényrajz, ha ezt az irányt követed, akkor fog igazából hiteles képet mutatni neked. Tehát balról jobbra haladva lesz majd például a süllyedő egyenes. Valóban süllyedő egyenes, az emelkedő egyenes, meg valóban emelkedő egyenes. Jó? Tehát, hogyha végigmész például egy lineáris függvényen, vagy egy abszolút érték függvényen, akkor az, hogyha balról jobbra haladsz, az abszolút értéki függvényen egyértelműen látszik, hogy az első haladási irány az egy süllyedő egyenest mutat, a második haladási irány pedig egy emelkedő egyenest mutat. Érthető ez, amit most mondtam? Azok, akik tapintanak, hogy érthető-e az, hogy a tapintás iránya az balról jobbra történik, mert ez fontos. Zoli bólogat. Igen. Én látom, akkor ez érthető. Tehát ennek van... Jó, most hallottuk? Igen, most jó, Zoli. Megjött a hang.
Így van, megjött a hang, tök jó. Tehát, hogy ennek van jelentősége, ilyenkor, tehát, hogyha balról jobbra haladsz, akkor lesz a süllyedő egyenes, az emelkedő egyenes, pedig emelkedő egyenes. Jó? És akkor követelmények, tehát, hogy most elmondom összefüggően, jó, hogy mi az, amit függvény tamból, függvény elméletből, mi az, ami követelhető, és mi az, ami nem követelhető. Jó? És akkor, amikor ezeken végigmentünk, hogy mi a nem kérhető követelmény, és mi a kérhető követelmény, akkor teljesen részletesen végig fogunk menni az összes függvény típuson. Jó? És akkor azt mondani fogom, hogy mindenki alapfüggvényt kapott, tehát hogy azokat a rajzokat kaptátok meg, ami a különböző függvénynek az alapfüggvényei. És meg fogjuk beszélni minden egyes függvénynél, amilyen momos kérdés szokott lenni, azok a különböző transformációk, tehát hogy minden egyes függvénynél meg fogjuk azt beszélni, hogy mik a függvényre vonatkozó transformációk, és akkor azt remélem látni fogjátok, hogyha már egy függvényt tudtok elemezni, és a transformációkról, a különböző függvénynek a helyváltoztatási szabályairól fogalmatok van, akkor érdekes módon a végére ki fog ez derülni, hogy tudsz úgy is függvényt elemezni, hogy tulajdonképpen nem rajzoltad le, csak az alapfüggvényből indultál ki. Jó, tehát, hogy nagyjából ez lenne a cél, hogyha az alapfüggvényt ismered, akkor az látszon, hogy az alapfüggvényre alapfüggvényre alapozva, hogyan lehet egy függvényt úgy elemezni, hogy annak érettségére is elfogadható, jó teljesítményt tudsz ebben a témakörben is nyújtani. Tehát, hogy mik azok a követelmények, amik nem kérhetőek. Jó? Tehát például a függvényábrázolás és az értékeknek a függvényrajzról történő leolvasása. Tehát neked nem kell ábrázolni. Tehát nem kell ott rajzolgatni az érettségén. Ettől függetlenül vannak olyan technikák, amivel te tudsz ábrázolni, és abszolút tudsz az ábrázolással is együtt haladni a látótársakkal. Erre van a koordinátatábla, majd a végén megmutatom. És vannak még olyan különböző ilyen brejes négyzethálós beosztások, ami szintén azt könnyíti meg, hogy egy függvényt ki tud jelölni és meg tud rajzolni. A koordinátatábla az például elérhető a boltban, a árueladásban, és ezek a koordinátatáblák, ezek rendkívül jók arra, hogy legalább az alapfüggvényt ki tud rakni. Jó? A másik, ami nem követelmény, a különböző függvénytranszformációknak az ábrázolása. Tehát, hogy azoknak a függvényhelyzeteknek az ábrázolása, amikor valamilyen mozgást végez az alapfüggvényhez képest a függvénynek a képe, de ezt már neked nem kell lerajzolni. Nem kell ábrázolni, viszont tudni kell a következményeit, azt majd az egyes függvény típusoknál megbeszéljük. Nem követelmény, például nem lehet kérni, úgy fut gimnáziumi tananyagban, hogy az egyenletek grafikus megoldása. Ez mit jelent? Tehát nem követelhető az, hogy például egy egyenletrendszerben van neked egy lineáris függvényed, meg egy másodfokú függvényed, és akkor az a kérdés, hogy akkor rajzold meg ezt a két függvényt, a lineáris függvény a parabolának a két ágát valahol metszeni fogja, és akkor ezeket a metszés pontoknak a koordinátáját te olvasd le az X tengelyen. Tehát ilyen biztos vagy. Tehát ezt nem lehet
ez nem lehet követelmény, az egyenlete grafikus megoldása az egy-egybe kimarad. Jó, és akkor most jön, ami lényeg, hogy mi az, ami kérhető viszont, tehát hogy azért így a rajzolás, ábrázolás szempontjából kaptunk kedvezményeket, de mi az, ami feltétlenül kérhető. A tapintás alapján az alapfüggvény képének felismerése és megkülönböztetése. Ez az, amit most elküldtem. Tehát, hogy látjátok, hogy van lineáris függvény, van abszolút értékfüggvény, van x négyzetfüggvény, van színuszfüggvény, koszínuszfüggvény. Azért, hogyha ezt végignéztétek, azért tapintás alapján elég nehezen összekeverhető függvények. Azért ez látszik, ugye? Ugye, jó, Zoli, tök jó, nem baj, hogyha nem működik a mikrofon, Zoli bólogan. Tehát, hogy igazából ennek az a követelménye, hogy azért egy lineáris függvényt egy koszinusszal ne tévesszél össze. Jó, tehát, hogy ezek az alapfüggvényeknek a futása azért nagyon különböző, és ezt meg lehet különböztetni, tehát ez követelmény, ez kérhető. A maga, amit nektek a függvényről egyértelműen tudni kell, az a függvényelemzés. Függvényelemzéssel kapcsolatban az a jó hírem, hogyha jó a matematika tanítás függvény szempontjából is, akkor egyrészt van persze minden függvénynek egy ábrázolható rajza, de minden függvényről születik egyfajta elemzés, ami tulajdonképpen azt írja körül, hogy ez a függvény, ez hogyan viselkedik. Függvényelemzéshez hozzátartozik például egy hozzárendelési táblázatnak a készítése. Ez a táblázat ez úgy néz ki, hogy X értékek vannak benne, meg Y értékek vannak benne, és akkor a hozzárendelési szabály szerint az X értékek alá a látók beszokták írni az Y értéket. És akkor jön a következő X érték, amit mellé írnak, és aláírnak egy Y értéket. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy hosszú táblázat, aminek nagyon sok oszlopa van, és két sora van. Viszont digitálisan, vagy ahogy Braille-ben, ahogy te dolgozol, azt nagyon nehéz megvalósítani, hogy szépen egymás alá írd ezeket az értékeket. Ezért például azt találtuk ki, hogy ezeket nem egymás mellé, nem egymás alá kell neked írni, hanem egymás mellé. Tehát, hogy néz ki egy nálad például, akár Braille-ben, akár digitálisan egy hozzárendelési táblázat, hogy például, hogyha az X négyzetfüggvényt nézzük, akkor azt mondod, hogy az első X érték az a mínusz 3, mellé kerül Y értéknek egy 9. Sort váltasz, következő X érték az a mínusz 2, mellé kerül Y értéknek a 4. Ezután is sort váltasz, jön a mínusz 1 X értéknek, mellé kerül az X érték, mellé kerül az Y értéke, az az 1. Ez így érthető-e, hogy tulajdonképpen semmi más nem történik, csak ez a táblázat elfordul egy 90 fokot a térben, és nem egymás aláírod az értékeket, hanem minden egyes értékpár után sort váltasz, és X és Y egymás mellé, nem egymás alá kerül, hanem egymás mellé. Ez így érthető el. Ezt a táblázatot neked létre kell tudni hozni. Mondja Dorina. Annyi, hogy akkor mondjuk a 3 mellé például odaírjuk a 9-es. Így van. És utána a 9-es után sort váltasz. Jön a 2, 2 mellé odaírod a 4-et, és megint sort váltasz. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen hosszúkás virsli lesz neked a digitális lejegyzésben hozzárendelési táblázat. Függvény elemzésnél kell tudni az értelmezési tartományt és az értékkészletet. Tehát mindig az adott függvényre vonatkozó értelmezési tartományt, értékkészletet. Itt annyit könnyítek, hogy tudni kell behatárolni az X értékeket, tehát hogy mik azok az értékek, amiknek a párját keressük a függvényben, és az értékkészlet pedig azok az értékek lesznek, amik ezekhez az X értékekhez tartoznak.
Érthető ez így? Zoli? Oké. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy picit bonyolultabb matematikailag ez az Bocsánat, hogy félbeszakítom. Lehet olyan definíciót írni, hogy eleme számok, vagy eleme racionális számok, vagy nem tudom. Így van. Így van, tehát, hogy valamilyen halmazelméleti összefüggéssel kell, ha tudod, nem biztos, hogy mindig tudod halmazelméleti összefüggésekkel megadni, de ezekről az értelmezési tartományról, meg az értékkészletről az a jó hírem van, hogy ez gyakorlatilag az adott függvénynek az elemzésénél, matematika órán ezt mindig végig kellene, hogy elemezzétek. És ez minden egyes függvényhez csatolódva egyszerűen meg lehet tanulni, és meg kell tanulni, hogy mi egy adott függvénynek az értékkészletes értelmezési tartománya, és ez elhangzik matek órán. Tehát, hogy ez az, amit nektek nagyon odafigyelve le kell jegyzetelni. Jó? És akkor például függvényértelmezéshez tartozik a minimum és a maximum értékek kiszámolása. Ez gyakorlatilag ugyanígy a matek tanár matek órán nektek elmagyarázza. Ez általában vagy kettő, vagy négy szám, ugyanúgy be kell tanulni, meg kell tanulni, mint az értelmezési tartományt, értékkészletet. És akkor vannak például ilyenek, ami még hozzátartozik a függvényelemzéshez, hogy bizonyos intervallumoknak a megállapítása. Tehát, hogy majd megnézzük, meg szó lesz arról, hogy egy színusz, melyik az a szakasz egy színusz függvényen belül, ahol nő a függvény, és melyik az a szakasz, melyik az az intervallum az X-en belül, ahol például süllyed a függvény. Tehát, hogy növekedés és csökkenés intervallumainak megállapítása is követelmény a függvényelemzésnél. És akkor vannak ilyen nagyon aranyos fogalmak, nem tudom, hogy ez így ismerősen hangzik-e, hogy monoton csökken, szigorúan monoton nő, szigorúan monoton csökken. Ez már így volt-e matek órán? Nálunk majdnem minden egyes függvény, amit elemeztünk, annak az értelmezésében nagyon sokszor szigorúan monoton. Aha. Ez előjött, és ezt ismerni is kell szerintem. Hát, így van. Tehát, hogy ez is egy olyan köszivangi, tehát, hogy ez is egyfajta olyan függvény elemzési követelmény, ami a matek órán elhangzik, és ugyanúgy be kell tanulni, mint az értelmezési tartományt, értékkészletet, minimum, maximum értékeket, és intervallumokat, és különböző növekedési viselkedéseket egy függvényen belül. Tehát azért jó most ez, hogy erről beszélünk, mert hogy akkor tudod, te kifejezetten tudod, tudatosan tudsz arra figyelni, hogy mik azok az alapvető matematikai információk egy függvénnyel kapcsolatban, amire neked rendkívül nagy szükséged van. Tehát, hogy fogalmazzunk úgy, hogy azért kell neked ezeket a függvényelemzéssel kapcsolatos adatokat sokkal jobban megtanulni, mint a többieknek, mert ez az, ami függvény témakörében tőled elvárható, és ez az a tudás, az a nagyon biztos tudás, amivel te tulajdonképpen az ábrázolást kiváltod a látókhoz képest. Ez így érthető-e? Függvény elemzést kell nagyon megtanulni. Igen. Ezek szerint a kitételek szerint. Csöndesen kérdezem Mátéjékat, hogy tudjátok követni, mert olyan nagyon csöndbe vagytok, hogy világos-e idáig minden. Máté? Kézcsokorom, igen, tudjuk követni. Nagyjából követhető és világos is, ami elhangzott. Igen, nagyjából. Jó, nagyjából. Majd aztán a végén vissza lehet kérdezni. Jó? És akkor úgy megbeszéljük, hogy mi az, ami kimaradt. Tehát akkor megbeszéltük, hogy mi az, ami nagyon nem követelhető, és megbeszéltük azt, amit teljesen egyértelműen tudnotok kell egy függvényről. Tehát így, ahogy végigmentünk rajta, ez látszik, hogyha megkapsz egy függvényt, akkor rajzolni nem kell, de minden mást el kell tudni róla mondani. Jó?
Általában azt szoktuk csinálni, és ezeket küldtem el, hogy minden esetben alapfüggvényt tanítunk. Ennek azért van jelentősége, mert ugyan a transformációnak a lerajzolása, meg megszerkesztése, az nem követelmény, de a különböző függvényeknek a transformációinak a következménynek a felismerése, és annak a megfogalmazása, az viszont követelmény. Az alapfüggvényeket azért tanítjuk, mert hogy minden transformáció az alapfüggvényből indul el. Az alapfüggvények azok, amiket én átküldtem. És amiről ugye szó volt, hogy az alapfüggvényeknek a képe, meg a rajza, azért tapintásban is nagyon szépen követhető, ezek nem nagyon összetéveszthető, egymással nem nagyon összetéveszthető függvények. Jó? És akkor alapvetően egyébként a transformációknak a nagyon fontos alapeseteit, azt vagy az abszolút értékfüggvénynél szokták a középiskolai matek tanárok elindítani, vagy ahol biztosan elindítják a különböző transformációkat, különböző függvény mozgásoknak a tanítását, az az X négyzetfüggvény. Jó? És akkor lapozunk. Lineáris függvény. Ez a jobb alsó sarokban van egy oldalszám, ez a 25. oldal, és megpróbálom a kamerával is mutatni, különösen, hogyha látnám, hogy mit láttok. Látszódik, nem lassan. Nem. Látszódik, és akkor most mutatom, jó, hogy ennek a balra, az egyik a lineáris függvénnyel indítunk, ez van a 25. oldal tetején. Tehát, hogy miért van annak jelentősége, hogy balról jobbra haladunk? Azért, mert amit itt láttok, ez a lineáris függvény, ez szerintetek emelkedő vagy süllyedő? Így rajzról, tapintás alapján. Ez emelkedik. Tök jó, köszönjük. Tehát, hogy elmész egészen a lineáris függvény legalsó pontjáig, oda rakod az ujjad. Ki a Máté segítője? Most én vagyok az édesapja, Mirovics Miklós. Jó, Miklós, akkor te is tudsz neki segíteni, hogy legalúra, ahol az én ujjam van. Igen. És balról jobbra fogunk haladni, és hogyha végig csúsztatjátok az ujjatokat, akkor az látszik, hogy ez egy emelkedő egyenes. Ugye? Hogyha a labdát alulról elkezdenétek görgetni, balról jobbra elkezdenétek a labdát görgetni, azt nektek kell fölfelé a hegynek gurítani azt a labdát, tehát nem fog a vonalról legörögni. Így van. Jó? Így, ettől emelkedő. Jó? És így halad végig, balról jobbra, így lesz emelkedő az egyenesünk. És akkor mi az, amit a lineáris függvényről tudni kell? Várjatok. Visszaállítom. Jó? Nem annyira jó? Jó, oké. Akkor ez így működni fog, hogy így mutogatom. Hogy tulajdonképpen a lineáris függvénynek az alap egyenlete az úgy szól, hogy y egyenlő x. Tehát, hogy van egy olyan egyenes, ami a nulla ponton áthalad, és egy körülbelül egy ilyen 45 fokos szöget zár be, és így fut végig a koordinátarendszerem. És akkor mik, amik a lineáris függvénynek a kiegészítői? Amikor teljes formában van a lineáris függvény, akkor az úgy néz ki, hogy y egyenlő ax plusz b. Jó? Aki nem jegyzetel, az megjegyzi fejben, aki jegyzetelni tud, az írja le. Jó? Mert hogy fogom mondani, mik ebben az esetben a követelmények. Tehát, hogy az, hogy alapjában véve tapintás után fölismert azt, hogy ez egy lineáris, vagyis egy elsőfokú egyenlet. Tapintás alapján fölismert azt, hogy amit eléd raknak, az egy emelkedő vagy süllyedő egyenes. És ez az y egyenlő ax plusz b, ez az alap egyenlete a lineáris egyenletnek.
és mik azok, amik egyáltalán jeleznek nekünk, mik azok a betűk, amik jeleznek nekünk valamit, és ebből annak, attól függetlenül, hogy te lerajzoltad-e az egyenletet, vagy a függvényt, vagy nem, mi az, amit tudni kell róla? Az A, az mindig a... Az A? Igen, mondja, Dorina? Az A az az, amivel az X meg van szorozva. Így van. És a B az az, amit hozzáadunk, mondjuk szám. Így van, így van. Mit, mi következik abból, hogy amivel az X-et megszorozzuk, ezt az áthívjuk úgy, hogy meredekség. Tehát ez az egyenesnek a meredeksége, az A. A B, tehát az egyenes, a meredekség az azt jelenti, hogy próbáljátok ki majd azt, hogy egy koordináta rendszerbe beraktok egy szívószálat, és a szívószálat megfogjátok a nulla pont, pontosan a nulla pont a metszéspontban. És elkezditek ezt a szívószálat a nulla pontban mozgatni. És az a szívószál, az különböző szögeket fog bezárni a koordináta rendszeren belül. Ez így érthető, amit mondok. Zoli bólogat, Mátéjéknél ez érthető, hogy tulajdonképpen a tényleg az egyenesnek a meredekségét fogja meghatározni ez az A. Az az igazság, hogy mi csak ilyen vendégként becsatlakoztunk, mert Máté még csak hetedikes. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy egyáltalán ilyen témakörökkel, mint koordináta geometria, a későbbiekben tudunk-e egyáltalán valamit kezdeni. Mert igen, mi már elakadtunk most nagyon sok esetben a szerkesztéseknél, nagyon sok esetben az integrált oktatásban, sok pedagógus nem bírja értelmezni azt, hogyha a gyereknek nem kell szerkesztenie, akkor egy kész szerkesztésen sem tudja mondjuk a vonalakat megnevezni. Szóval nekünk ilyen problémáink vannak, és most csak így belehallgattunk ebbe. Okay. Én ezt jeleztem is, hogy mi még ehhez egy kicsit kicsik vagyunk. Jó, úgyhogy ez már nagyon jó tapasztalat volt, meg látjuk, hogy a középiskolában majd körülbelül mi fog ránk várni. De igazából mi most ebben nem tudunk tevékenyen részt venni. Nagyon elveszitek a fonalat, akkor szóljatok, jó? Hát mi már most nem tudjuk követni, mert ugye geometriát, tehát koordináta geometriát még hetedikben nem tanulnak, függvényábrázolást nem tanulnak, tehát nekünk még ilyen számegyenesen ábrázolás, meg ilyen gondjaink vannak, de azért egy pár okos dolgot most hallottunk. Okay. Jó, úgyhogy... akkor én mondom gátlástalanul, folyamatosan tovább, és akkor legalább valami jelzés lesz, hogy mi az, amire készülni kell, jó? Na ez a lényeg, úgyhogy mi most ebben nem szeretnénk belefolyni, csak hallgatjuk, köszönjük. Jó, tehát hogy az A, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen milyen meredek ez az egyenes. Azt kell tudni erről az A-ról, hogy egy egységnyi jobbra haladáshoz hány egységnyi emelkedés, illetve süllyedés kell. Tehát hogy az a lényeg, hogyha tudod, hogy lesztlenül, hogy neked az rajzban ott van-e vagy sem, mindenképpen tudsz erről a lineáris függvényről valamit mondani. Tehát, hogyha te például azt látod, hogy vagy az van az órán, mindjárt írom a chatben, hogy, és ez most nagyon egyszerű, tehát, hogy az a feladat, hogy y egyenlő 3x plusz 6, akkor erről az egyenletről te már kapásból le tudod azt olvasni, hogy ez egy lineáris egyenlet, mert ugye a 3 az a 6 az a b, ez az egyenlet, ez egy lineáris egyenlet, tehát ennek ez a képe egy egyenes lesz, ez egy egység jobbra haladáshoz 3 egység emelkedés kell, és tulajdonképpen ez a 6, ez azt fogja megmutatni, hogy a nulla pontból hány egységnyit toltuk az y tengelyen, vagy le, vagy föl. Hogyha ez a plusz, hogyha itt a 6 előtt plusz van, akkor az y tengelyen fölfelé megyünk. Ha a 6 előtt mínusz van, akkor 6 egységet lefelé megyünk. Tehát, hogyha megnézed ezt az egyenletet, akkor el tudod azt mondani róla, hogy ez egy elsőfokú egyenlet,
ahol, aminek amely egyenletnek, amely függvénynek a meredeksége 3, és a 6-os pontban metszi, a 6-os pontig sétál föl ez az egész egyenes az Y-tengelyen. Ez így követhető-e? Oké. Okay. Tehát, hogy nem rajzoltuk, fogalmunk nincs, hogy hogy néz ki képben, de hogyha az alapvető tudást mi tudjuk, hogy mit jelent az A, mit jelent a B, akkor már tudunk annyit beszélni erről a függvényről, hogy az tőlünk, mint látássérülttől abszolút korrekt, rajz nélkül is. Jó, ez így érthető? Jó, oké, akkor megyünk tovább. Következő, ugyanez alap kellene, mutatom a kamerával. Jó. Csak a lineáris függvény alatt ez az abszolút értékfüggvény. Látszik? Igen. Megvan. Jó, szintén egy balról jobbra haladás, tehát oda rakod az ujjad a második negyedben, ahol kezdődik maga ez a V betű, és ha balról jobbra haladsz, akkor teljesen egyértelműen lejön, hogy van egy süllyedő egyenes a nulla pontig, és van egy emelkedő egyenes a következő negyedben. Az első negyedben. Tehát az első negyedből átmegy a második negyedig. Itt ez követhető volt-e? Hogy így kell végig. Ez megvan, jó van, Zolitól látom. És akkor ez az abszolút értékfüggvény. Azért az látszik, ugye, hogy ez a lineáris egy adott vonal, az egészen más, mint ez a V betűs vonal itt abszolút értékfüggvényként. Tehát, hogy ez a két függvény igazából nagyon nehezen összetéveszthető, még tapintás alapján is. Tehát, hogyha azt mondom, hogy itt van ez a papír, választ ki a kettő közül tapintás alapján azt, ami az abszolút értékfüggvény. Akkor ez tapintás alapján menne-e? Így van. Jó, tehát ez látszik, hogy ha nem kell... Hát én rögtön ki tudom tapítani azt, hogy az abszolút értékfüggvény esetében a minimum pont az Y-tengelyen az mindig is a nulla. Nulla, így van. És annál lejjebb nem megy. Ami azt jelenti, hogy ez biztos abszolút értékfüggvény, mert még az X, minusz X tartományban is felfelé. Felfelé, ezt nem tud negatív értékeket fölvenni. Ez már egy tök jó hozzászólás volt, mert itt már a Vangi azt használta ki, hogy ő már az abszolút érték elemzéséből tudott egy olyan jellemzőt megállapítani, ami neki feltétlenül fontos az abszolút érték függvénynek az elemzéséhez. Jó? No, és akkor ez az, ahol azért el szokták kezdeni a különböző transformációkat tanítani. Jó? Nagyon érdekes, hogyha a különböző transformációknak a rendszerét, meg a logikáját megérted, akkor az majdnem, hogy az összes többi abszolút érték függvény után következő függvényre is ráhúzható. Tehát, hogy van egyfajta, hogy mondjam, egy ilyen algoritmus, amit ha megtanulsz, akkor tulajdonképpen ez minden más függvénynél így működik. Írom megint a chatben, jó? Hogy az abszolút értéknek az alapfüggvénye, melyik volt ez? Jó, tehát, hogy itt a chatben írtam, hogy y egyenlő abszolút érték x, ez az alapfüggvény, ez az, amit én itt lerajzoltam nektek. Jó? Itt szokták ebben a rendszerben elkezdeni a matek tanárok a különböző transformációkat tanítani. Itt van az, hogy neked az alapfüggvényt kell fölismerni,
a transformációkat már nem kell lerajzolni, de tudni kell a különböző következményeket. És akkor most írom, jó? A különböző transformációkat. Tehát itt azt jelenti, hogy van egy alapfüggvényünk, és a hozzárendelési szabályban a különböző együtthatók, meg a különböző műveletek, amik egy ilyen rendszerben szerepelnek, azok befolyásolják az alapfüggvénynek az elhelyezkedését. És akkor itt is azt mondom, nem kell lerajzolni, de hogy tudni kell, hogy mik a következmények. Írom az elsőt, jó? Ami ilyen transformáció, és föl kell tudni ismerni. Jó. No, ez az első olyan transformáció, ami a magát, az alapfüggvényt, az abszolút érték alapfüggvényt azt befolyásolhatja. Vangi? Van erről ötleted? Nézd meg a csetet, légy szíves. Vangi? Abszolút érték, hogy van? Abszolút érték X. Aha. Plusz 5. Meg 5. Akkor itt mi lesz az alapfüggvénynek mi lesz a transformációja? Hova kerül? Hova csúszik ez az egész? Jobbra. Nem. Nem, majd írok olyat is, amikor igen, de most ez nem. Na, akkor mondom. Tehát ez most azt jelenti... Most egy kicsit összezavarodtam. Aha, mindjárt mondom azt is, hogy aha, tök jó, amit a Zoli mutogat, hogy az Y-tengelyen megy fölfelé. Az az alapfüggvény, amit ti megkaptatok abszolút értékként. Tehát ezt nem kell lerajzolni, de azt tudni kell, hogyha ránézel erre a képletre, akkor ez azt jelenti, hogy ha lerajzolnám, akkor az Y, az abszolút értékfüggvény, az alap abszolút értékfüggvény az Y-tengelyen fölfelé, 5 egységet fölfelé mozogna. Nem kell lerajzolni, de tudni kell, hogy ez az abszolút érték, ez elmozdul Y plusz 5 irányába. Mi történt, Zoli? Hallod? Igen, hallani. Mi volt a kérdés? Tehát, hogy szól a kérdés? Mi történt, mert olyan kétségbeesve nézel, hol ott ja, nem csak próbál gondolkodni, tehát, hogy az én kisfiam ugye most integráltan tanul, tehát hogyha ő teljesen elveszti látását, tehát hogy ezt ő hogy fogja, tehát hogy a tanár ezt majd az órán mondja neki, és akkor ha nem lerajzolja, akkor hogy tudja, ott nem lesz neki az, hogy kitapogassa, tehát... Nem, tehát hogy ezt mondom, hogy az alapfüggvényt kell felismerni, és azt tudni, hogy ez az egyenlet, ami úgy szól, hogy Y egyenlő abszolút érték X plusz 5, ez az egyenlet, ez egy olyan képet fog létrehozni, hogy az alap abszolút érték függvény megy fölfelé az Y-tengely irányába 5 egységnyit. Ha a gyerek ennyit el tud mondani erről az egyenletről, hogy abszolút érték X meg 5, az fölfelé mozog 5 egységet az Y-tengely irányába, akkor az már neki tök elég, tehát ezt neki nem kell lerajzolni. Jó, nem kell lerajzolni, de hogy ezt hogy értse meg, azon gondolkodtam, és most ahogy éppen eszembe jutott, amit az előbb javasoltál, a szívószál, hogy két szívószálat, és akkor érzékeltetem a kezével, hogy mozgatom. Hogy megy föl. Hogy melyik irányba. Vagy egyébként, amit mi szoktunk használni ugyanerre a célra, az egy nagyon jó pofa dolog, a dohányboltokban lehet kapni úgynevezett pipaszurkálót. A pipaszurkálót ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy fém hajlítható drót, és ezt a fém hajlítható drótot egy zsenilia textil réteg veszik körül, ami ilyen pihe-puha, nagyon kellemes tapintású, és akkor ez úgy néz ki, hogy tulajdonképpen egy ilyen
textillel zsenília szállal körülve drótot tudsz hajtogatni úgy, ahogy akarsz. És akkor behajtott például ezt a zsenília drótot erre az abszolút értékvébetűre, és avval már egy koordináta rendszerben nagyon szépen lehet ide-oda sétálni. Okay. Ezt meg lehet csinálni, persze. És akkor az már ugye érezhető, hogyha ti ebben így eljátszotok, és ő ezt tudni fogja, hogy ha plusz 5 van, akkor fölfelé megy, ha mínusz 5 van, akkor lefelé megy. Nyilván nem, mert hogy az egyértelmű. Ha azt írom, hogy abszolút érték x plusz 5, akkor fölfelé megy az y-tengelyen. Ha azt mondom, hogy y egyenlő abszolút érték x mínusz 5, akkor meg lefelé megy. Tehát, hogy ezzel a zsenília hajlítással nagyon szépen meg lehet a különböző mozgásokat tanítani. És egyébként ez azért pontos, ezt mondom a Vanginak is, hogy ezek a segédeszközök, hogyha nektek van egy koordinátarendszeretek, hogyha van egy behajlított zsenília szálatok, akkor ezeket az érettségire be lehet vinni. És ezt ő ugyanúgy meg tudja mutatni ott az érettségi bizottságnak, mint ahogy te ezt megtanítottad neki ezeket az eszközöket használni. Jó? No, tehát, hogy jó, akkor megyünk tovább egy kicsit a különböző transformációkkal. Tehát az x négyzet esetében, hogyha plusz x, abszolút érték x plusz 5, akkor ez az y-tengelyen való mozgást jelenti. Most jön a Vangi, aki azt mondta, hogy jobbra-balra vagy x-tengely irányában mozog a dolog. Akkor az úgy néz ki, hogy nem. Jó. És ez most megint ugyanaz a játék, Zoli, hogy ez az, Vangi, ez az a forma abszolút értékben, ami jobbra-balra mozog. Tehát, hogyha az abszolút érték le van zárva, és hozzáadok még valamennyit, vagy elveszek belőle valamennyit, az egy y-tengely irányú mozgás, ha a teljes műveletet lezárja az abszolút értékjel, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy x-tengely irányú mozgás. Ugyanúgy megvan a zsenília szálad, Zoli, érted? És akkor nem y-tengely mentén mozogtok, hanem x-tengely mentén mozogtok. Tehát ugyanúgy a zseniliával, ha mind a két tag be van zárva az abszolút érték közé, akkor az azt jelenti, hogy x-tengely irányában van a mozgás. Csak ebben az a poén, hogy ha plusz van a zárójelen belül, akkor negatív irányba mozog, ha mínusz van, akkor meg pozitív irányba mozog. Szintén ez a zsenília. Jó? És akkor még azért szoktuk egyébként drótból, mert hogy azt is érzékeltetni lehet, hogyha az X-nek, az abszolút érték X-nek van valami együtthatója, akkor egyszerűen ott marad, bizonyos helyzetekben ott marad az alapfüggvény, ahol egyébként volt, és hogyha együtthatója van, akkor az vagy elkezdjük a két ágat közelebb szorítani az y-tengelyhez, vagy elkezdjük a két ágat szétnyitni az abszolút értékhez, vagy az y-tengelyhez képest, és ez ugyanúgy eljátszható azért mondom, hogy jó, hogyha valami rugalmas dolog, mert ugyanúgy el tudod játszani a közeledést, távolítást az y-tengelyhez képest. Jó? És akkor tulajdonképpen ez az, amit mozgásban meg kell jegyezni. Tehát, hogyha valamilyen szám egy képleten belül zárójelen kívül van, akkor ez egy y-tengelyirányú mozgás az előjelnek megfelelően. Hogyha ez zárójelen belül van, akkor egy x-tengely irányú mozgás, csak pont ellentétesen az előjellel,
és hogyha van valami együttható, az minden esetben azt jelenti, tehát az X előtt van valamilyen szám, az minden esetben azt jelenti, hogy vagy közelítjük az alapfüggvénynek a kis értékeit. Szia Csilla! Csillag, az alapfüggvénynek a kis ágait vagy közelítjük az Y-tengelyhez, vagy távolítjuk attól. Jó? Ez úgy van, hogyha az együttható az nagyobb, mint nulla, akkor mindig közelítjük, hogyha kisebb, mint nulla, akkor mindig távolítjuk. Jó? Vagy kisebb, mint egy, bocsánat, ha nagyobb, mint egy, akkor mindig közelítjük, ha kisebb, mint egy, akkor mindig távolítjuk az Y-tengelyhez képest. De hogy ez is olyan, hogyha ő ránéz, egy ideig játsszátok ezt, hogy az alapfüggvényt ide-oda tologatjuk, és megnézzük, hogy mi a transformációknak a következménye, de egy idő után ez annyira egyértelmű lesz, hogy ránéz egy egyenletre, és akkor ő már tudni fogja, hogy abban az egyenletben például milyen transformációk vannak. Nem kell neki lerajzolni, tök elég, hogyha elmondja, hogy itt az X plusz 4 abszolút értékben egy X tengelyirányú mozgás van negatív irányba, és hogyha ehhez még hozzáadunk 8-at, akkor ez az egész még Y tengely irányába fölmegy 8 egységet. Nem kell neki lerajzolni, csak ránéz az egyenletre, és tudni fogja. Jó, tehát, hogy ezért kell a transformációknak a következményeit megtanulni. Lerajzolni nem kell, a transformációknak a következményeit kell megtanulni. Jó? És akkor megyünk tovább, különösen, ha megtalálom. Jó? Mutatom? Megvan, most ezt így nem látom. Szóljatok, ha látszik. Nem. Így fog látszani. Megvan? Látszik. Ez a, látszik, ugye? Jó, tehát ez az X négyzetfüggvény. Még a tetején kicsit már kilóg belőle. Jó, teteje, így. Most már így jó. Így jó? Oké. Okay. Jó, tehát, hogy itt ezen már látszanak a különböző X négyzetnek a transformációi. Ez megint olyan, hogy amit alul lent láttok bal oldalon, ez itt. Tehát az alul a két ábra közt a bal oldali, az az alapfüggvény, és az, ami már mellette van szaggatott vonallal, az az alapfüggvénynek a transformációja. A felső oldalon is azt látod, hogy ami fönt van, az az alapfüggvény, és ami lent van, az az alapfüggvénynek a transformációja. Itt se kell tulajdonképpen lerajzolni, csak ha ránézel magára a képletre, és tudod, hogy a különböző műveletek milyen változást okoznak az alapfüggvényben, akkor az egyenletre ránézve fogod tudni, hogy az az alapfüggvény, amit te választottál, vagy amiről éppen szó van, az merre és milyen mozgásokat végez. Jó? És akkor próbálkozzunk, nem írom a csetben, elmondom szóban, és akkor próbálkozzunk egy kicsit avval, hogy az az egyenlet, amit hallotok, az körülbelül hogy mozoghat. Jó? Tehát, hogy milyen irányban milyen mozgást végez. És akkor próbáljatok egy picit visszanézni, ugyanazokat a mozgásokat végzi egy X négyzetfüggvény is, mint az abszolút értékfüggvény például. Jó? Na, akkor mondok egy olyat például, hogy X négyzet plusz 2, merre mozoghat az alapfüggvény, és miért? Valaki? Mondjad, Zoli! Szerintem fölfelé. Így van. Az Y-tengelyen, kis, hogy a plusz 2 jelzésű. Tök jó. Na, akkor most már erről el lehet indulni, akkor azt mondom, hogy X négyzet mínusz 3. Merre mozoghat az alapfüggvény, ami az X négyzet?
Hát akkor ez meg lefele. Így van. Mi van abban az esetben, hogyha van egy olyan egyenlet, hogy azt mondom, hogy zárójel nyit, x négyzet mínusz 4, vagy bocsánat, x mínusz 4, és az egész a négyzeten. Tehát zárójelen belül van egy plusz 4, akkor merre mozog az alapfüggvény? Hát ha mínusz, és hogyha zárójelben van, és akkor azt nézzük négyzetben, akkor balra. Bár, de zárójelen hát belül biztos. Van, figyelj, zárójelen belül van, x négyzet, vagy x tengely irányában mozog, és azt mondtuk, hogy ha x tengely irányában mozog, akkor mindig ellentétest mozgást végez az előjelhez képest. Ha azt mondom, hogy x négyzet mínusz 4 a négyzeten, akkor az merre akkor van? Jobbra. Aha, így van. Jó, ez így érthető? Nem nagyon. Mi? Ezt most nem értem. Mit nem hát, értem? Hát ilyen axiómaként így meg tudom jegyezni, hogy ellentétesen kell, de nem értem az okát. Figyelj, azért, tehát, hogy azért van ez az egész, tehát, hogy azért jó, hogyha ezt megjegyzed, mert hogy tulajdonképpen ezt a látók úgy fedezik föl ezeket a mozgásokat, hogy ők megcsinálják a rajzot. És a rajzon ezek a mozgások egyértelműen látszanak. Mivel te nem tudsz rajzolni, és neked ez a fajta megtámogatás kimarad, ezért magát ezt az algoritmust kell megjegyezned. Hogyha zárójelen kívül van a szám, akkor az y-tengely irányában van egy fölfelé mozgás, vagy lefelé mozgás, attól függetlenül, hogy hozzáadsz egy számot, vagy elveszel egy számot. És a zárójelen belüli szám az meg egy x-tengelyen történő mozgást jelent, de pont az előjel ellentétes irányba. Azért kell ezt neked így megtanulni, mondom, mert hogy a látók a különböző függvények rajzolása során rengeteg olyan megtámogató tapasztalatot szereznek, ami megmutatja nekik, hogy tényleg így mozog, tényleg erre mozdul, de mivel neked erre nincs lehetőséged, mert nem rajzolsz, ezért az út van, hogy egyszerűen meg kell tanulni. Mint ahogy a függvényelemzésben is rengeteg olyan dolog van, ami a rajzon magán látszik, és le tudja egy látó olvasni teljesen simán. Mivel te ezt nem tudod megtenni, mert neked a rajz kimarad, ezért kell magát a függvényelemzést megtanulni. Tehát minden függvényhez kapcsolódó függvényelemzést egyszerűen meg kell tanulni, mert nem tudod rajzban megtámogatni, és nem tud a rajz neked segíteni. Így, tehát, hogy igazából itt azt tudom javasolni, Vangi, hogy ezt fogadd el. Ezen így ne agyalj, ezt így meg kell sajnos tanulni. Jó, értem. Lehet, hogy ezen. Jó, és akkor tulajdonképpen az egész függvény elemzésnek, vagy a függvény transformációnak a csúcsa az, amikor többféle mozgást is végez egy függvény. És most beírok-e a chatbe egy feladatot, jó? És tessék egy picit azon elgondolkodni, hogy ez az x négyzet alapfüggvény merre mozoghat, milyen mozgás irányokat végezhet, annyit segítek, jó? Hogy ebben többféle mozgás lesz. Jó? Fog y-tengely irányában is mozogni az az alapfüggvény, meg fog x-tengely irányában is mozogni az az alapfüggvény. Jó? És írom a csetben. Jó, a fölnyíl kettő az azt jelenti, hogy x négyzet, vagy négyzet. Nem kell rajzolni, csak egy viszonylag a bonyolult képlet van. Ha ránézel, és tudod, hogy a különböző
műveletek milyen transformációt eredményeznek, akkor attól függetlenül el tudod mondani, hogy ez az X négyzetfüggvény merre mozog, hogy te ezt rajzolnád egyáltalán. Kétféle mozgást is végez az alapfüggvény. Tehát van egy zárójelen belüli mozgás, meg van egy zárójelen kívüli mozgás. A zárójelen kívüli mozgás az mindig az Y-tengelyen történik, a zárójelen belüli mozgás meg mindig az X-tengelyen keresztül történik. Anett, van ötlet? Neked lejött? Én szerettem a matekot, és itt végig mosolygok, hogy ez nem matek óra, hát nekem nagyon annak tűnik. Egyébként ugye a plusz 2 az azt jelenti, hogy 2-vel megyünk fel az Y-tengelyen. Így van. És ugye a X-3, tehát hogyha fordítottan veszük, akkor ugye a pozitív irányba menjünk az X-tengelyen, tehát akkor jobbra. Na, hogy oké, tehát hogy ezt akartam mondani, hogy látod, hogy ez egy viszonylag bonyolult egyenlettel megadott X négyzetfüggvény, és nem kellett rajzolni. És gyakorlatilag mindent elmondtál róla, amit tudni érdemes. Érthető ez így? Hogy tulajdonképpen csak bizonyos matematikai összefüggéseket kell, meg a transformációkkal kapcsolatos következményeket kell megtanulni, és akkor hogyha ezt tudod, akkor ki tudod kerülni azt a helyzetet, hogy neked ezt le kéne rajzolni. Mert így, hogy most elmondtad, hogy van egy X-tengelyirányú mozgás, meg van egy Y-tengelyirányú mozgás, tulajdonképpen mindent elmondtál a függvényről, amit egy érettséginél egy másodfokú egyenlet megoldás, vagy másodfokú függvény megoldása alapján el kell mondani. Érthető ez? Anett, neked is, mert Zoli... Nekem teljesen, köszönöm. Jó, tehát, hogy erről van szó, hogy vannak, tehát, hogy azt, hogy neked nem kell lerajzolni a különböző transformációkat. El lehet játszani például ilyen technikákkal, amit én mondtam neked, Zoli. Jó, tehát, hogy ezeket simán el lehet játszani, hogy nyilván úgy alakítjuk ki ezeket a transformációkat, hogy a gyerekekkel mozgatjuk, tehát, hogy van valamiféle szemléltetés. Erre vannak mindenféle technikák, hogy ezeket a mozgásokat el tudjuk játszani. Csak azt kell tudni, hogy annak kiváltására, hogy neked ezeket nem kell lerajzolni, annak kiváltására viszont nagyon pontosan tudni kell egy egyenletre való ránézés alapján, hogy ha még nem is rajzolod le, de elvben el tudod magyarázni a képlet alapján, hogy ez a függvény milyen mozgásokat végez. Ezeket tudni kell, tehát hogy evvel egyensúlyozott ki azt a fajta kedvezményt, amit te az ábrázolások elhagyása miatt kapsz. Ez nem azt jelenti, hogy neked nem kell megtanulni meg, hogy ezek nem taníthatók, ezek taníthatók. Ez most tudom, hogy itt egyszerre baromi tömény lett, amit mi csinálunk, de hogy ez 4 évnek a tananyaga, és van arra idő, hogy ezeket a kis kialakított, akár egy koordinátatáblán, akár egy egyéb szemléltető eszközt mozgatva, vagy tehát magát a transformációkat eljátszva, teljesen jól megtanítható az, hogy ezek a különböző függvénytranszformációk milyen mozgással járnak, és hogyha valaki ezzel az alapvető tudással, illetve avval az eszköztárral, amit a felkészítése során használt, bemegy az érettségire, akkor ez a fajta tudás, ez tök elég ahhoz, hogy valaki függvény elméletből, függvénytamból leérettségizzem. Jó?
Tehát, hogy körülbelül igazából, körülbelül ennyi az, amit én el szerettem volna mondani, hogy az, amit én így mondtam, meg az, ami így a függvényekről kiderült, az ad-e nektek valami olyan képet, ami alapján egyáltalán tájékozódni tudtok ebben az egészben? Én még szeretném a színusz és koszínusz függvénynek az elemzését. Jó, belemegyünk akkor a színusz-koszínuszba. Tulajdonképpen a színusz-koszínusznak az a lényege, annak most már a transformációiban nem megyek bele a színusz-koszínusznak. Jó, mert akkor az nagyon bonyolult lesz, de hogy akkor adok ide egy kamerát, azt, amit pont nem látok. Jó. Anett, segíts nekem, hogy ez látszik-e. Így. Most már igen. Látszik? Most már igen. Oké. Jó. Tehát, hogy a színusz-koszínusznak is az a lényege, Vangi, hogy tulajdonképpen, ha eléd rakják, akkor a színusz-koszínuszt nem ér összetéveszteni. És azért az látszik, színusznál is, koszínusznál is, hogy ez tapintás alapján baromi jól megkülönböztethető egymástól. Mi hogyan fogod tudni megkülönböztetni egymástól a színuszt meg a koszínuszt? Színuszt? Hát én megjegyeztem már, amikor elkezdtük ezt tanulni, akkor megjegyeztem, hogy a színusz az nullától kezdődik. A színusz az meg egyszerűen csak el van tolva 90 fokkal, ha emlékszem. És akkor azt használtam ki, és úgy maradt meg a fejemben, és ez most az ábrákon nagyon jól látszik is. Hogyha a koszínusz tételt, vagy a koszínusz függvényt nézzük, akkor az úgy néz ki, hogy kezdődik egynél, és megy nulláig, és vissza egybe. Vangi, tulajdonképpen megfogalmaztad a lényeget. Igen. Tehát, hogy a színusz-koszínusz függvényről sem érdemes igazából többet tudni. Most nem megyek bele, tehát a színusz-koszínusszal kapcsolatban is vannak transformációk, nem érdemes ebbe belemenni, mert nagyon bonyolult. De hogy azt szeretném itt is megmutatni, hogy a színusz-koszínusz függvény tapintás alapján nagyon különbözik egymástól, és nem lehet összetéveszteni. Tehát, hogyha valaki bekerül egy érettségire, és végigcsinált 4 évet a középiskolában, akkor hogyha például egy színusz vagy egy koszínusz függvényt, magát az ábrát, tapintható ábrát elérakják, akkor annyi a követelmény, hogy ezt nem szabad összetéveszteni. Miért nem szabad összetéveszteni? Azért, amit az Vangi elmondott. Mert hogy a színusz az kifejezetten nullától indul, és az baromi jól kitapintható. Látjátok, ahol az ujjam van? Tehát, hogy ott van az ujjam az origón, ahonnan a színusz indul, a nullán van az ujjam. Tehát a színuszról azt kell tudni, mint függvényről, és a felismerést az segíti, hogy a színusz az nulláról indul, a koszínusz meg egyről indul. És akkor avval már csak én így a habot rakom a tortára, hogy szegény színusz elindul a nullától, és ugye azt mondtuk, hogy a haladás iránya az mindig balról jobbra történik, tehát szegény színusz az emelkedéssel indul, a koszínusz meg süllyedéssel indul. Nem kell a két függvényről többet tudni, pont elég ennyi a felismeréshez. Jó, tehát hogyha bent van az érettségén egy tapintható függvény ábra, akkor hogyha odaadják neked, és nem mondják meg, hogy az pont melyik, akkor ezt egyszerűen tapintás alapján egy érettségén 4 év középiskolai tanulmányok után el kell tudni különíteni egymástól a színusz, illetve a koszínusz függvényt. Semmi más nem kell. Jó, és akkor itt is bele lehetne menni a transformációkba, de tök fölösleges, mert nagyon bonyolult, tehát ez már kifejezetten tényleg a középiskolai matek tanároknak a dolga, de egyébként alapesetek ugyanúgy működnek, a transformációs alapesetek a színusznál is, koszínusznál is, mint amit itt végigvettünk. Ugye mi most egy ilyen online beszélgetésben vagyunk,
nem tudom hányan vagyunk benne, de gondolom, hogy az ország több részéről lehet, legalábbis nyitott volt. Én, hogy ti például már találkoztatok ezekkel, amiket itt küldtetek, meg mutogattatok, meg, tehát itt nektek ez nem konkrétan idegen. Konkrétan használjuk, erre gondoltam. Én nekem ez teljesen új dolog. Én életemben először tapogatok ilyen koordinátorrendszert, meg függvényvonalakat. És én csak most ismerem rajta ki magam. Tehát például, hogy a függvényvonalát mitől különbözteted meg a ugye magától az XY-tengelytől. És hát először meglepő volt, hogy úristen, akkor most melyik a függvény és melyik a vonal, de jó, nyilván a görbe esetén ott nem lehet, hogy az XY-tengely, de itt megtaláltam a végén a jelzést, tehát, hogy az X meg az XY vonalnak a végén van egy ilyen kis tapintható bütyök vagy nyilacska, hogy ez maga a koordináta. És még emellett elvileg vastagabb is, ha jól tapintom, akkor vastagabb a függvényvonal, mint a tengelyvonal. Jobb, tehát hogy vastagabb maga a főfüggvény. Igen, tehát igen. Nekem ezek új dolgok, és gondoltam akkor, hogy ezt is akkor így megemlítem, vagy megemlítsük, hogy akkor ezeket így jól tapinthatók és megkülönböztetők. Itt például a színusznál meg találtam olyat, hogy az első felében ott folyamatos a vonal, és a második felében, tehát az X-tengely alatt van a függvény, ott megszaggatott vonal. Ez ilyen szándékosan, hogy annak is ott van ugye jelzésértéke, vagy... Nem tudom, akkor az lehet, hogy maga a hőleszívás sikerült rosszul. Ja, akkor az nem szándékos. Lehet, de nem, ez folyamatosan ja. Okay. Szerintem az X négyzet függvényről van szó, tényleg a... Igen, az X négyzet függvényen ott van. Az alsó rész a szaggatott. Nem, azt én látom, amit a Zoli mutat, ott valószínűleg a hőleszívás az, ami... Akkor nem tudom. De most nekem mutatta közben az Oli, hogy itt a hőleszívás az, aminek a minősége nem igazán jó. Hát itt mindig benne van az, hogy egyszerre 10-15-öt csinálunk, akkor egyszerűen annyira fölmelegszik maga a gép, hogy ilyenek előfordulnak. Jó, tehát azt akartam mondani, hogy nekem ez is tök új volt, de nagyon jó, tehát tetszik, hogy ilyen van. És akkor, ha már így kérdezhetek, hogy van-e még más hasonló, amit esetleg így használtok? Tehát például van olyan tábla vagy segédeszköz, amivel mondjuk le lehet olvasni értékeket? Nem. De van például koordináta táblánk, nem tudom, Zoli, erről mennyit látsz, de majd el fogom mutatni. Én abszolút semmit nem látok. Magyarázni, hogy jó, hogy ez a koordináta tábla, ez mit jelent, jó? Látszik ez, Anett? Nézd meg nekem, légy szíves. Látszik, igen, és okay. A szövetségben is árulják most már. Egyébként. Ezt a koordináta táblát, ez egy fa koordináta tábla, amit a szövetségben is árulnak. Ez a koordináta tábla, ez úgy néz ki, hogy ez lukacsos. Minden luk az egy-egy egységet jelent. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ezekbe a lukacsokba bele lehet, ez a gyerekkorodban lejátszottál ilyen pötyivel. Ő nem, de a kisfiamnak van, úgyhogy így már teljesen képbe vagyok. Ugyanaz, mint a pötyi tábla, csak ki lehet pötyikkel jelölni például a nevezetes pontokat. És tehát, hogy gyakorlatilag ez arra, ahhoz segít hozzá téged ez a koordináta tábla, hogy ez az a rajzolás, amit igaz, rajzolhatod. Tehát nálunk a kolléganők egyébként csinálják. És akkor kijelöljük például a parabolának a nevezetes pontjait, és egyszerű befőttes gumival össze lehet kötni ezeket a pontokat, és akkor az már olyan, mint egy vonal. Jó? Ez az egyik variáció. A másik variációról csak elvileg tudok neked mesélni, azt pedig úgy kell elképzelni, mint egy négyzethálós Braille pontokkal kialakított négyzetháló. Jó? Ezt a Braille pontok, ez egy papír. Ez egy nagy alakú papír. Ezt a négyzethálókkal, Braille pontokkal kialakított négyzethálós papírt valamire ráaplikálod. Mi egyébként parafára szoktuk, parafa táblára rárakod, rászúrod, és a négyzethálóknak a
és bele lehet szúrni ezeket olyan tűket, amivel egyébként a hirdető táblára ki szoknak tűzni a cuccokat. És ugyanúgy, és hogyha ezt például meg tudod csinálni, akkor bármilyen vonalvezetésű függvényt ki tudsz alakítani. És akkor az még egy poén, hogyha például a koordináta táblába beleszorulnak, mert általában beleszoktak szorulni a pötyik, akkor sima sörnyító, és azokkal ki lehet egymás után pattintani ezeket a kis pötyiket, és akkor nem kell órákig abban szórakozni, hogy húzkodod. És akkor el lehet indulni, rá lehet feküdni például egyfajta használható, amit a gyerek jól használ szemléltetési eszközre. Például egy koordináta táblára, de akkor általában, akkor nagyrészt azt használjuk, vagy erre a brejpöttyökkel kialakított négyzethálós rendszerre, de akkor nagyrészt azt használjuk. És akkor ezen tanul meg a gyerek mindent például, tehát hogy mindenféle függvénnyel kapcsolatos jelzést, és hogyha ezen tanult meg a gyerek mindenféle függvénnyel kapcsolatos jelzést, akkor ezt az eszközt úgy, ahogy van, beviheti az érettségire. Nagyon jó. Mert hogy a felkészítés ezeknek az eszközöknek a segítségével. És akkor tulajdonképpen rajzolhat is akár. Tehát, hogyha megtanítottátok, hogy kell kijelölni ezeket, és hogy alakul ki például egy parabola egy ilyen rendszeren belül, és akkor szépen megcsináljátok a befőttes gumival, akkor ő ugyanúgy rajzol. Igen, ez nagyon jó. Tehát eddig nem gondoltam ebbe bele, de ez tényleg tetszik, és nagyon jó. Már csak azért is, mert akkor ezen megmutatható az, hogy például ezek a transformációk, hogy miért, milyen változás történik, hogy miért mozdul el az XY-on. Mert egyszer kiszámoljuk az alapfüggvényt, ugye lerakjuk a pötyiket, és akkor utána a módosított egy másik pötyiket. Mindig arrébb, és akkor igen. Hát ez azért tűnik úgy, hogy arrébb ment. Ja. De igen, jó, oké, köszönöm. Akkor a másik meg az, hogy ez azért jó ez a hőleszívott alap, amit én küldtem nektek, mert az látszik, nem tudom, Máté, ő alig látó, vagy nem? Igen, alig látó. Alig látó. Mert hogy azok az ábrák, amiket így küldtem, azok például arra is jók, hogy ez annyira jó, egy halvány sárga színű lapon, az a fekete kiemelkedő vonal, az annyira jó kontrasztot ad, hogy igazából meg tudja támogatni a maradék látásával is. Tehát tapinthatja is ezeket az ábrákat, megnézheti is. Mert hogy ez ad azért annyira kontrasztot, hogy alig látónak is jó használható. Szuper. Jó, igazából ennyi lett volna. Köszönöm. Igen, én azt gondolom, hogy nekem is így körülbelül ennyi lett volna. Én még azért azt hozzátenném, hogy hát ez egy fantasztikus alkalom volt, és én pozitívumként mondtam azt, hogy ez egy matematika óra mindenképpen, mert én bevallom őszintén, lazább dologra gondoltam, amikor így beszéltük, és szerintem sokkal jobb lett, mint amit én gondoltam. Úgyhogy én ehhez csak gratulálok, és ez ugye nyilván mutatja azt, hogy te mennyire nem csak hogy szakmailag felkészült vagy Éva, hanem hogy tényleg a mindennapokban ezzel dolgozol, és ez a tudás, ez hatalmas érték, és szóval mindenképpen, minél több helyen ezt terjeszteni kell, amit te tudsz, és én nagyon örülök, hogy elvállaltad ezt az alkalmat, úgyhogy őszintén mondom, hogy köszönöm.